Sziasztok, ez itt újra a Kultpolisz, Cutor Zoltánnal. És Zimon Andrással. Hát a mai kulturális programajánlónk és beszélgetés műsorunk kezdődjön egy kis programajánlással. Zoli, hoztál valami jó témát a hétre, vagy a következő napokra? Igen, igen, ugye most kezdődik a Margó Fest, illetve jövő héten, és a Millenáris Parkban október 14-én lesz egy felolvasással egybekötött zenés irodalmi estünk Hartai Csaba íróbarátommal. Hartai Csaba egyébként, nem tudom, talán 9. vagy 10. könyvét jelenteti meg, a legújabb könyve a Még nem is játszottunk címet viseli. Ez egy próza gyűjtemény. Van egy nagyon jellegzetes és nagyon olvasmányos stílus, nagyon jó emberismerő, nagyon jó karaktereket formál meg. Az állandó visszatérő motívum az ő írásaiban az elmúlt gyerekkor, meg hogy igazából belülről mindenki, és ő is gyerek marad még. Ezt ilyen fűszerező időutazások? Igen, de nagyon is, és nagyon bele tud élni magad, tehát nagyon képszerűen fogalmaz, úgy, mint egy jó író, mert hogy ő az, és ott fogunk zenélgetni, de még ezt megelőzően két nappal ezelőtt, vagy azelőtt lesz majd még Szegeden, a Szegedi Egyetem őszi kulturális fesztiválján egy ugyanilyen bemutatónk, szintén Hartai Csaba könyvbemutatója, ahol van szerencsém zenén és énekelni vele. Ez egy közös projekt közöttetek? Igen, igen, ez gyakorlatilag ez az első két alkalom, hogy ezt csináljuk, és hogyha ez bejön, akkor ebből valamiféle rendszert fogunk csinálni. Ez pedig Szegeden a No Milk Today nevű helyen lesz. Ugye Budapesten, meg ahogy említettem, a Margó Fesztivál keretein belül a Millenáris Parkban. Ugye a maga a Margó Fesztivál egyébként október 12 és 15 között kerül megrendezésre, és talán megrendelésre is, de hogy ahogy néztem a program felhozatalt, nagyon sok skandináv könyvet fognak bemutatni, ugye, és nem csak könyvekről, előadásokról, workshopokról beszélhetünk, hanem egyébként könyvzenei koncertekről is, és akkor ugye ti is ott majd megtalálhatóak lesztek. Én október 11-ére hoztam még egy programot, ez a Sisters of Mercy, az egyik kedvenc zenekaromnak a koncertje a Dürerben. Ők ugye ennek a Dark Wave szinti popnak a nagykövetei, a 80-as években futottak nagyon nagyot, hát magában az érában, abban, amiben ők zenéltek, de egyébként a 90-es évek elején is Ofraházával, izraeli előadónővel, egy egykori előadónővel volt egy közös daluk, ami nagyot ment, Temple of Love, szerintem neked is biztos, hogy sokat mond. Tehát ők jönnek el október elején, vagyis hát pontosan 11-én a Dürerbe. Én biztos, hogy ott leszek, és egy nagyon jó koncertet fogunk szerintem látni. De ugye nem csak programokat hoztunk szokás szerint, hanem vendégeink is lesznek. Én Parakovács Imrével fogok beszélgetni, hiszen nemrég a Para egy zenekart, egy punk zenekart alapított. Ez lesz a témánknak a fő mezsgéje. Igen, én is követelem Parának a zenekarát. Én egy másik zenészt hoztam, aki a Parával ellentében tényleg az, illetve ez a fő csapás iránya az életének. Szebényi Dánielnek hívják, egy nagyon különleges személyiségű, egy fiatal 31-32 éves zongorista, billentyűs hangszerelő, és kiváló énekes is, és nagyon sokáig ő már fiatalkorától háttérzenészként, ha úgy tetszik, session zenészként dolgozott. Hát olyan nevekkel mondjuk most pont, mint Presser, Presser Gábor vagy a Tártori Tibor, de a Kovalszkiekkel is zenél sokáig, és még számtalan tényleg tekintélyes, sikeres névvel, de kinőtte magát szóló előadóvá, és egy ikonikus személy lett már fiatalon, a saját jogán is vele fog beszélgetni. Jöjjenek most akkor a beszélgetések. Ahogy a felvezetőben elhangzott, mai vendégem Parakovács Imre, szevasz, üdvözöllek. Hello. Egy régi barát. Miért mondottál magad románnak külföldön? Hát, hogy ne úgy nézzenek rám, mint a büdös sajtra. Szóval, hogy hát ez a poén, ami elhangzott egyébként, és rendkívül nagy sikert aratott, hogy... Hát, hogy már annyira leégetett minket a miniszterelnökünk, és olyan mélyre rántott minket a nemzetközi megítélésben, hogy a nyugalmat akar az ember, akkor azt mondja, hogy román, az mégiscsak egy működő polgári demokrácia. Most elmondom neked, hogy miért dobtam ezt be, mert ugye nem politizálni hívtalak, hiszen van egy zenekarod, könyved is megjelent, viszont beütöttem a neved a Google-be, csak kíváncsi voltam, hogy mik a hírek veled kapcsolatban, elég rég dumáltunk, kb. Pár hónapja. És akkor láttam, hogy ilyen kormánypárti influencerek neked rongyoltak, és olyanokat írtak rólad, hogy ha a Radnótit a szádra veszed, akkor mosakodj meg legalább előtte, és hogy milyen ilyen hazátlan, nemzetlen ember vagy, hogy románnak vallod magad külföldön. Hmm. Hát azért ez kemény, nem? Nem tudom, igazából, hát ez a
gravitáció, ami ellen küzdenek, szóval az a baj, hogy csak leszarni lehet, felszarni nem, és hogy ezek így, lássuk be, ez ilyen érvénytelen kísérletek, de ezért kapják a fizetésüket, úgyhogy tolják. Ez jó. Elolvasod egyébként az ilyen fajta bejegyzéseket? Nem, de így beszám, a haverok szólnak, és akkor engem különösen nem érdekel. Megnézem, perelhető, nem perelhető, és akkor meg tovább. Jól meg lehet belőlük élni, hát ilyen igen, szempontból. Igen, így közvetve így csorgat nekünk pénzt az Orbán kormány. Mielőtt rátérnénk így a punk zenekarodra, azért neked megjelent egy könyved nemrég, a Vosztok jó. Vosztok tójege, sikerül kimondanom. Ja. Arról mit kell tudnom? Mesélj pár szóról, egy kis promót csináljunk már a könyvnek. Fikciós a könyv, tehát ott ugye, akik azt várnák el, hogy ez a publicisztika vonal megy tovább. Nem, ugye az inkább a regényben leszkedik, ez sokadik könyv, ez nem is tudom, hatodik, hetedik, és hogy semmi szerelmi történet, tehát ez nem igazán... Egy kis cyberpunkkal, kis álomvilággal, ilyennel meg tolva. El van tolva, igen, 3-4 vagy 4 időségben játszódik, és hogy ott úgy van, hogy van egy direkt szál, van egy ilyen, tehát a test, a szellem és a léleknek az ő hármassága jelenik meg különböző helyszíneken. Mindenesetre ez tök fikció, tehát semmi. Egyetlen egyszer nem hangzik el benne Orbán Viktor neve, olyan jó érzés ilyet írni, Isten. Nem akartál egyébként politikai vagy közéleti könyvvel kijönni? Hát nem, illetve ugye az a szép ebben, hogy ez megbízhatóan ez a 800 példányszámos dolog az ember, amikor szép irodalmat ír, és az egy ilyen sarok, ahova elbújsz, tehát hogy nem, a közélet meg az egész dolog, tehát olyan mértékben visszataszító és unalmas, hogy azért mindenhova nem viszem magammal. Nem, csak tudod, úgy gondolom, és ezt sokszor tapasztaltam én is, hogyha mondjuk te a Klubrádióban vezetsz állandó műsort, akkor úgy kötnek hozzá a hallgatók, vagy adott esetben a nézők, mert ugye ti is videópodcastoztok is már, hogy ez az ember csak ezzel a közélettel és a politikával foglalkozik, de hát nyilván egy csomó dolog érdekel. Hát ezeket így leírod, akkor ilyen könyv ötletszerűen? Az ugye érdekes, mert amikor a Váncsa a heti értesben szerepelt, akkor és az szó volt, akkor ő sokan azt hitték, hogy szakács. Tehát ugye mostanában írja ezeket a szakácskönyveket, ez teljesen jó szórakoztató dolog, ugye, de azért elég sok mindent csináltunk, mi a Korda Gyurival pókert közvetítettünk, meg minden. Nekem azért nem mindenem ez a közélet, tehát hogy igazából most már pontosan olyan régóta élünk ebben az egészen furcsa torz rendszerben, hogy már megszokni, megunni, meg már mindenre volt idő, úgyhogy nem, ugye azért nem ezzel kelek, nem ezzel fekszem. Én tényleg ez egy ilyen harmadlagos dolog az élet. Még a zenélés is fontosabb ennél. Mert ugye, hogyha már zenélés, ezért is hívtalak ide, csináltatok egy zenekart nemrég, hát egy pár év alakult, ugye a CMR. Igen. Csináltad már Rabbival? Nem, bevallom őszintén. Nem, ez a neve neki a zenekarnak. Itt például pontosan ez volt a cél, hogy minden szekértáborban zavart keltsen ez, hogy mit akar ez mondani, semmit nem. Itt szeretném közölni a kedves nézőket, semmit nem akartunk ezzel mondani. És hogyha már így a közélet és a politika is belekeveredett a beszélgetésünkbe, hát ugye a punk az alapvetően egy rendszerellenes zene. Hát anarchisták, ilyen anarcho-liberálisok, és furcsa, a punk az egy attitűd szerencsére, tehát hogy ott még a zenének se kell megfelelni, semminek se kell megfelelni. Ugye ez az alapfelvetés volt, hogy aki punkként úgy néz ki, mint egy punk, az nem punk, mert ugye konformista, hisz ugye egy egyenruhát vesz fel, aki viszont nem úgy néz ki, mint egy punk, az a punk, mert hogy éppen hogy szembe megy még azzal is, de hogy ez az attitűd megmarad, hát mi ugye az a generáció vagyunk, az első éves X generáció, akik így azért kikapták a jót rendesen, pont eleget értünk szocializmusban, pont eleget értünk minden az átmeneti korszakban és a mostani nagyszerűben is, úgyhogy összeszedtem ilyen régi-régi arcokat a Etából, a Sex Appealből, a Fresh Fabricból, az Actionből is jött hozzánk egy... Mondasz neveket is? Hát a Brutal Willy jött az Actionből, Action, egykori Sex Action. Aztán a László Viktor van nálunk, aki ETA alapítóta, később Sex Appeal, majd kiváló zeneszerző, meg ilyen kompózer lett. Többek között ugye a Fekete Vonat megcsinálta az első lemezét annak idején. Na, híres punkzenekar. Ogligy-nek is dolgozott. És aztán a Fresh Fabricból Szabó Andis a dobosunk, és van két csodálatos énekesnőnk, ugye a Hegyesi Szoraja és a Juhász Lola, akik viszont nem zenéltek ezelőtt, tehát ők
ők itt kezdik a kis karrierüket, és hát így egész jól el vagyunk. Tehát vérjük meg, hogy hobbi zenekar vagyunk, ugye nyilván 50 fölötti punkok már azért annyi bajuk van. Punk's not dead. Hát nem halnak meg, de azért elbóbiskolnak részegen. Szóval fáj a derekuk, meg családjuk van, meg gyerektartásuk van, meg minden. Úgyhogy így, amikor tehetjük, akkor így zenélgetünk. Neked ez az első zenekarod egyébként? Nem, de hó is. Mesélj kicsit erről a zenei múltról. Hogy keveredtél ebbe az egész érába? 16 évesen, 1981-ben megalapítottuk osztálytársaimmal, és a barátunkkal, aki bukott, és ezért egyel alattunk jár, az Ideges Dögevők nevű zenekart, ami hát Miskolcon akkoriban könnyen azonosítható közösség volt, ugye hát van 20 punk, az elég jól felismer egy ilyen városban, mert mindenki más munkás ruhában volt. Szóval, hogy ja, nagyon régen kezdtük, 81-ben, és akkor utána volt egy ilyen kis voltak apró problémáink a hatóságokkal, és aztán a koordináció bérével folytattuk, és aztán leléptem. Én 85-ben leléptem ugye Miskolcról, és akkor amikor ide kerültem, akkor én így a ismeretségi körém, ugye főleg a Vágtázó halottkémek grupjárt. Tehát Grand Prix-ek. Ja. És akkor ott velük így mozogtunk, meg így velük ott gruppiskodtunk annak idején. De akkor már utána nem fogtam komolyan a zenélésbe a később érben. És a 80-as években, és szerintem ez egy érdekes kérdés lehet, mert ugye Magyarországra minden zenei stílus egy kicsit késve érkezett meg, hogyha mondjuk valaki punk zenekar csinált, milyen alapokhoz nyúlhatott? Egyáltalán hogyan lehetett hozzájutni bármifajta olyan zenéhez, ami mondjuk úgynevezetten a rendszert kritizálta? Nagyon furcsa egyébként, hogy hogy lehet elmesélni valakinek, hogy milyen volt az az idő, amikor nem volt internet. Meg nem volt, fú, egész döbbenetesen érdekes volt. Hát becsempészett hanglemezek, ezek a, tudják, ezek a fekete kör alakú dolgok, azokon jött be, meg néha behoztak egy ilyen újságot, egy ilyen New Musical Express-t, vagy Bravo újságot, és abból lehetett levenni az egésznek így az outfitjét. Az baromi érdekes, másolt kazetták, de hát ugye ide azért a punk nagyon hamar megérkezett. Tehát a Molnár Gergely, a Spions-t azért ő már 77-78-ban működtette, tehát villámgyorsan ideért, nyilván egy réteg értelmiségi réteg műfaj volt, meg aztán őket elég gyorsan kinyírták, de hogy itt volt, tehát ugye egy év csúszással megérkezett ide. Most egy nagyon váratlan kérdést fogok neked feltenni, a dalok szerzése. Mert azért megnéztem a dalcímeket, itt a Mártirok útjától a közönséges bűnözőkig van minden. Tehát, hogy mi az, ami úgy egyébként tényleg így leültök, és ezek a dalok hogy születnek meg? Nem, az úgy van, hogy igazából ebből, ugye hát azért hozzá kell tennünk, hogy ez ebből a László Viktor és én vagyunk az alapító tagok, és ezt, én szöveget írok, ő zenét, és nem szólunk bele, vagy ő ír zenét, és azt én megnézem, hogy tőle kell szöveget passzítani, vagy én írok szöveget, és ő passzít rá zenét, de hogy ez így, ennyi, meg felosztjuk a feladatokat, én tök hülye vagyok a zenéhez, tehát nyilván nem is. De te is gitározol, basszusgitározol. De azt úgy szoktam mondani, én az a szövegíró vagyok, aki imád színpadon lenni, tehát de miatt azért azt megkérdeztem, hogy melyik hangszerem van a legkevesebb húr, és akkor az. Mondjuk a dobon. Nem, hát az is azért, a dob az is azért ez egy veszélyes terep, de hogy ugye én amikor 81-ben basszusgitároztam, akkor sem haladtam sokat. Tehát így a basszusgitárosok előtt azért sosem merném azt mondani, hogy basszusgitáros vagyok. Nagyon tisztelem őket, fantasztikus emberek. Én egy ember vagyok, akinek van egy basszusgitárja, az egy nagyon-nagyon más műfaj. Ezt tiszteletbe kell tartani, mert hogyha ezt nem, ha erre nem figyelünk, akkor hülyét csinálunk magunkból. És mondjuk zenei támogatásokkal hogy álltok? Tehát feltételezem, hogy például ne rendezvényeken nem léphettek föl. De ez sem, nem próbál, ez olyan, mint hogy tudok-e zongorázni, ugye mit tudom én, sose próbáltam. De mondjuk egy Parakovács Imrével nevével fémjelzett zenekar, mondjuk nehezen talál koncert helyszínt? Egyébként nem, azért ennyire nem rossz a helyzet. Hát nem vagyunk a Carson Coma, tehát hogy ha nem tudom, hogy mi lenne, hogyha mondjuk 3000 embert vonzana a koncertünk, lehet, hogy akkor már kezdődnének a problémák, de az, hogy mi azért egy ilyen klubzenekar vagyunk, nagyon korlátozott ismertséggel, nem zavarunk sok vizet, minket nem, szóval őket sem érdekli. Tehát lehet platformokat találni, hogyha hát zenélni akartok. Nyilván, hogyha a sportcsarnokba akarnánk játszani, akkor felmerülnek kérdések, de nem, ilyen kis vagyunk, én kocsmai zenekar egyelőre, és nem, tényleg azért csináljuk, mert rohadtul élvezzük, hogy egymás társaságában is zenélgetünk. És hol lehet majd legközelebb látni titeket, és a koncertek egyébként így nagyjából milyen rendszerességgel esnek meg?
Havonta azért föllépkedünk, és most volt, hát most gyakorlatilag óriási volt, voltunk Balatonszárszón, voltunk Szentendrén, világot láttunk, bár én azt mondtam az elején, hogy csak olyan helyen vagyok, bárhova elmegyek koncertezni, csak így menjen oda villamos. Na most ezt nem sikerült betartani, de legközelebb, ami biztos, az a Hunniában, a Hunnia Art Bistróban fogunk november 15-én játszani, a Depártal egyébként, és előtte meg még, azt nem tudom, hogy lesz októberben valami. Nincs menedzserünk igazából, ezúton is szeretnék így egy felhívást közé tenni, hogy bárki, aki szeretné ezt a zenekart menedzselni, és ezzel egész életére egy bélyeget magára tenni, az most jelentkezzen. Oké, tehát akkor a Hunniában láthat majd titeket a közönség. Hunnia, méghozzá egy nagyszerű, azt hiszem, kiváló szerdai nap, talán valami elég pervert. A 15-e nem tudom, mikor esik, de valami ilyesmi. És hát nyilván megtalálhatnak a hallgatók, nézők továbbra is. A Klubrádióban gondolom már könyvötleted újra, akár van egy csomó. Hú, van, dolgozom is, képzeld, gyerekkönyvben dolgozom. Komolyan? Ez most komoly vagy itt? Esküszöm, nem, órának csinálok a kutyákról egy gyerekkönyvet. Csak nehogy lefóliázzák majd. Hát eleve, eleve úgy kérem, tehát mi már úgy hozzuk. Sőt, de úgy, hogy ne lehessen kinyitni. Tehát mi azt tervünk, hogy mind a két oldalán gerince van. Nem, vagy két gerince van, és nem lehet belelapozni, az a legbiztosabb. Para, köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Ahogyan ígértem, Szebényi Dániel, billentyűs zenész barátom a vendégünk itt a Kultpolisban. Nagyon érdekes, meredeken felfelőívelő pályád van neked így a session zenészségtől, már hogyha nem bánt meg ez a jelző, egészen nem. Odáig, hogy most már lassan egy ikonikus alakká növött ki magad a magyar könnyűzenei életben és jazz életben, de meg tudsz nevezni egy konkrét pontot ebben a folyamatban, amitől kezdve Szebényi Danit, mint önállóan is érvényes zongoristát, énekest, előadót, vagy szerzőt számon tartanak, vagy ez egy folyamat? Először is köszönöm, hogy itt vagyok veled. Szia! Hey. Nem tudom, hogy ez, én ezt belülről így nem figyelem amúgy, csak ez egy nagyon érdekes folyamat, de mindig próbálom azt csinálni, amit szeretnék így a zenei berkepken belül megvalósítani, és ehhez keresgélem folyamatosan a társakat, és nevek változtak, jönnek, mennek dolgok, de a zene szeretete meg a zene szolgálata van mindig első helyen, tehát hogy nem feltétlenül abba gondolkozik az ember, hogy most önmagából vagy miből varázsoljon önállóan megálló dolgot. Ennek ellenére nem tudok, a kérdésedre válaszolva, nem biztos, hogy tudok egy olyan pontot. Ez nem biztos, hogy baján. Mondani, ami egy olyan döntés lenne, hogy na most akkor ez lesz, na most akkor ez lesz, hanem hogy a különböző lépések, meg a különböző események hozták a következő eseményt magával. És ez így egészséges szerintem. Tehát az, ami egyébként ugye a popiparban általában zajlik az utóbbi 15-20 évben, látjuk, hogy ez a legismertebb protokoll, hogy a teljes ismeretlenségbe valaki berobban és milliók ismerik, és ennek azért vannak hátrányai. De szerintem sokkal egészségesebb az a karrier, még hogyha meredeken éve fölfelé, de mégis van egy íve, ami szakmailag és hát, hogy is mondjam, közönség elfogadás szempontjából is egy sokkal megalapozottabb építkezés. De nem olyan akarok beszélni. Az előbb említetted, hogy nevek jönnek, mennek. Van kedvenc, ugye te, nem tudom, hát se szeri, se száma az előadóknak, akikkel játszottál. Kováékkal játszottál, amikor mi megismerkedtünk, de ugye most legutóbb a Presser, még igen, egy koncertnek talán az egyik legfontosabb vendégszereplője voltál. De ott van még ugye a Tátraival közös zenekaratok, ugye a Godfather, amiről a legtöbbet hallottam az utóbbi időben. Illik ilyet kérdezni, hogy melyik a kedvenc? Hát kérdezni megteheted, csak válaszolni nem tudok rá, mert mindegyik dolognak megvan a maga varázsa szerintem, és minden dolog csodálatos a maga kis milliójében, meg a maga kis világában, meg hát azért pont arról beszélgettem valakivel valamelyik nap, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy ilyen közelről meg lehet tisztelni például egy Tátrai Tibort, egy Presser Gábort, és velük lehet egy színpadon állni, együtt muzsikálni. Ez számomra, aki ezeken a dolgokon nőtt fel, felbecsülhetetlen élmény. Tehát, hogy nem is lehet
ezt talán szavakkal kifejezni, és egészen más milyen dolgokért volt varázslatos mondjuk egy Kowalski meg a Vegában eltöltött periódus, vagy bármilyen másik olyan dolog, amit csináltunk mondjuk a múltban, vagy csinálni fogunk a jövőben. Tehát és erre is érvényes az, hogy ez nem tudatos, hanem az történik, hogy az egyik hozza a másikat, és te meg eldöntöd, hogy vállalod vagy se, és akkor vagy, mert egyébként kívülről nagyon is tudatosnak látszik ez az építkezés, tehát hogy biztos, hogy nem vállalsz el mindent. Nem vállalok el mindent, az biztos, de hogy most ezt egy konkrét példával tudom neked szemléltetni, hogy amikor a Tibusz felhívott, hogy csináljunk valamit, akkor még én a Kowalski meg a Vega zenekarnak a tagja voltam, és egy dalról volt szó. Tehát hogy itt nem arról volt szó, hogy mi csináljunk egy zenekart, hanem egyszerűen csak jöjjünk össze, nézzünk meg egy dalt, és bőven még nem alakult meg a banda, amikor én valamiért úgy határoztam, hogy a jövőmben más szeretnék csinálni, más irányokba szeretnék elindulni, és akkor még nem is volt egy ilyen kijelölt folyamat, hanem egyszerűen csak meghoztam egy lépést, ezt megbeszéltem a bandával, ezt megtettük, és akkor utána történt, ami történt. Szóval ennek szerintem az a szépsége, hogy ha az ember, vagy én nem is akarok ilyen általános igazságokat megfogalmazni az univerzum kapcsán, vagy bármi kapcsán, de én azt gondolom, hogyha a megfelelő lépéseket meghozzuk, és utána dolgozunk a bármiért, akkor valami megtörténhet végül is. Tehát, hogy ilyen szempontból egyáltalán nem tudatos. Ebben egyfajta megbízhatóság, nyilván szakmai színvonal, állatatosság is szerepet játszik, hogy valószínűleg nem vagy olyan link, mint a legtöbb zenész kollégánk. és talán ez már önmagában is elég ez. Zenésztársadalom értékelése. Egyébként, ha már itt tartunk, zenésztársadalom értékelése. És mindjárt kitérünk arra, hogy te szóló előadó is vagy, és nem sokára lesz majd talán az első nagyobb önálló koncerted, ahol ugye nem csak zongoristaként, hanem énekesként is megnyilvánsz, ugyanis csodálatos hangod van, de erre mindjárt visszatérünk. Erőtött teszem a zenész kollégák értékelésére, hogy onnantól kezdve, hogy te nem valakinek a háttérzenésze vagy nem csak a kiegészítő társa, hanem egy előadó, valószínűleg állást kell foglalni. Sok olyan dologban, ami kínos lehet. Ez lehet szakmai dolog, lehet bármilyen morális, vagy erkölcsi, vagy közéleti dolog. Fel vagy te erre készülve? Szerintem ez egy személyes döntés is részben, hogy ki mit vállal föl, és mi az, amiről véleményt nyilvánít. Én azt gondolom, hogy a zene szolgálata van az első helyen az én életemben, és a zene az egy univerzális nyelv, aminek nem arról kell szólnia, hogyha most véleményfelvállalásról beszélünk, vagy valami, hogy megosszunk embereket, hanem arról kell szólni, hogy egyesítsük. Mert ez az egyik a világon mindenhol érthető dolog szerintem. Az a csodálatos, hogy elmegyek, nem tudom, Amerikába, vagy elmegyek Japánba, vagy elmegyek nem tudom, Gánába, vagy elmegyek Indiába, és lehet, hogy a beszélt nyelvünket nem értjük meg, mert én elkezdek nekik magyarul beszélni, akkor azt nem feltétlenül fogják érteni. Ez így van. Viszont a zenét meg igen. Értem, és szerintem minden normális, egészséges lelkű ember, hogyha mondhatok ilyet, szerintem hasonlóan érez, vagy hogyha szűkebben veszük, akkor az egészséges lelkű zenész. De mégis vannak olyan körülmények, hogy mindig fölbukkan valami, ami akárcsak ezt a megközelítést komolyan veszélyezteti, mondjuk az előadó művészetem, vagy az alkotó művészetem belül is. És most, hogy ne kelljen személyeket, vagy ne kelljen személyekhez köthető trendeket mondani, nagyon sokan aggódnak a mesterséges intelligencia jelenléte miatt. Tehát, és ezek például olyan ügyek, és az élet a gép mindig dob valamit, amire muszáj reagálni, vagy muszáj mondani valamit. Te hogy állsz ehhez? Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, szerintem. A mesterséges intelligenciát valamennyire szakmai kérdésnek tartom, amiről beszélni kell. Tehát, hogy azért ott talán nem is a vélemény a fontos, hanem a tények. Meg azért nehéz szerintem véleményt formálni, mert nehéz a megfelelő tényanyagot megismerni. De a mesterséges intelligenciával kapcsolatban én mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan terület, amiről rengeteg vélt, vagy valós félelem, vagy rengeteg olyan dolog van, hogy mennyire örülünk, hogy itt van, de még igazából senki se tudja azt, hogy ezt mire lehet használni, meg hogyan. Nem is biztos, hogy valamennyire így kutatgattam utána, nem biztos, hogy a megfelelő hardware rendelkezésre áll ahhoz, hogy az a fajta ilyen apokaliptikus világkép megvalósuljon, hogy a mesterséges intelligencia majd átveszi az uralmat fölöttünk, viszont biztos, hogy néhány munkahelyet veszélyeztetni tud, illetve biztos, hogy rengeteg dologba, például az orvostudományban olyan fejlődést tud meghozni, gyakorlatilag ugrásszerűt. Nekem a nagynéném foglalkozik, nem tudom, rákutatással, meg Amerikában az Ohio-i Egyetemen.
Egyébként most választották be a National Academy of Engineering-be. Oh. Na mindegy. És ő mondta, hogy gyakorlatilag olyan területeken hozott ugrásszerű fejlődést, nem tudom, egy hónap alatt, ami 10 év alatt se értek el. Tehát, hogy ez gyönyörű, a kreatív és a hát művészeti felhasználása meg érdekes. Én most éppen veled valójában egy tengerparton koktélozok, és ezt a mesterséges intelligencia generált ezt a beszélgetést. Igen. Tulajdonképpen innen már látjuk, hogy mennyire megkönnyít a dolgokat, de a zenében, tehát, hogy ez a zenében egy igen veszélyes dolog is lehet. Abban az esetben, hogyha az emberek nem tudják megkülönböztetni, hogy igazán, hogy mi az, amit mesterséges intelligencia generált, mi az, amit nem. Rengeteg jogi aggály. Na pont ezért kérdeztem, mert most te részt vettél egy ilyen játékban, és nem sokára nyilvánosságra kerül, az Artisus felkért téged. Milyen érzésekkel vállaltad el? Ez az egyik kedvenc témám volt az idei évben, ami nem nem úgy kötődött az, tehát nem úgy kötődött a zenéhez, hogy csinálni kell, tehát hogy amikor ez jött, akkor úgy voltam, hogy ez az. És hogy ez pont egy olyan dolog, amiben én nagyon szívesen részt veszek, és nagyon megtisztelő volt egyébként, hogy az Artisus. Eleve jó volt, hogy az Artisus szerintem, hát nem is tudom, talán a világon az elsőként csinált egy ilyen kísérletet. Tényleg nem, én ilyet készült még ilyen. Nem láttam még sehol. És pedig ilyen evidensnek tűnik, igen, nem? Majd próbáljuk ki, hogy igen. Csak osszuk meg a nézőkkel, hogy ugye az a játék lényege, hogy mesterséges intelligenciával írattak egy dalt, egy zenét, és hozzá dalszöveget is, majd létező húsvér emberekkel is, egy magyar szerzőpárossal írattak egy dalt, és ezt a dalt, magát a kész művet gyakorlatilag veled játszották, énekeltették föl, illetve te voltál szóló énekes. Hát ott volt a Gotthard Misi, meg a Gudis Marti, meg a Gudis Marci. Az a lényeg, hogy a művet, tehát igen, a szerzeményt magát, azt mind élő emberek játszották. Így van. Húsvér emberek játszották mindet, fel. Igen. Azt kellett a hallgatóknak a játékban kideríteni, akik szakmabeliek voltak, hogy vajon melyiket alkotta mesterséges intelligencia, és melyiket húsvér ember, és ez nagyon érdekes játék volt. Nekem nem lövöm le a poént, de nekem van egy nagyon érdekes, hát ilyen komikus vagy tragikomikus tanulsága is az egész dolognak. Azt majd megosztjuk legközelebb, mert hogy meg nem kerül, de napokon belül nyilvánosságra kerül ez a dolog. Igen, ez már csak napok kérdése. Én azt gondolom egyébként, hogy amellett, hogy maga a kísérlet rettenetesen időszerű és rettenetesen fontos, hogy megtörténjen, hogy egy ilyen társadalmi felhívás legyen ebben az egészben, hogy igen, a mesterséges intelligencia van, nem tudjuk micsoda, de hogy ez mit jelenthet a művészetek szempontjából, mert például én, hogy most térjünk el a zenétől, hogy ez milyen lehet mondjuk társművészetekben, én rendszeresen használom a képalkotó generatív AI-okat arra, hogy írok egy promptot, amiből aztán elküldöm a grafikusnak, hogy hát valami ilyesmit kellene. És ugyanerre használom én is. Igen. Na hát most az olyan dolog, hogy nem is tudom, hogy ez jó-e. Abban mindenképpen segít, hogy nem szavakkal kell elmesélnem, és hát igen, mindenképpen jó. Egy munkafolyamatot kivesz. Az viszont már nem biztos, hogy olyan jó, hogyha én azt felhasználom. Én arra gondoltam, hogy az milyen jó lenne, hogy mondjuk promptokat írnék be, és nem kéne órákat, napokat hangszínkeresgéléssel tölteni, hanem mondjuk promptokat beírnék, és arra földobna már, igen, már létező működő hangszíneket, például a zenecsinálásban, de mindegy. De ez az a sound designban ez egy nagyon érdekes dolog. Én egy másik nagyon jó vállalkozási ötletet találtam erre ki, hogy mert hogy ugye fölmerült egy jogi aggály, azt hiszem valamelyik ilyen nagy kiadó cégtől, hogy hát hogy kiengedtem, hogy a mi katalógusunkat a mesterséges intelligencia végig analizálja, és az alapján alkosson, ez a miénk. Hogy szerintem az lenne nagyon jó, majd hogyha lenne egy olyan AI cég, amit én nyilván nem tudok megcsinálni, mert nincs rá forrás, de hogy tök szerintem ez lesz majd az út. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Tehát, hogy a különböző, nem tudom, kiadókkal megegyezni, hogy a katalógusokat megveszik, majd utána tovább értékesítik, hogy mondjuk Quincy Jones stílusában te hangszereltethetsz a mesterséges hát intelligenciával. Biztos, egy nagyon érvényes piaci rés, amit igen, és 50 dollár érte megveheted azt, hogy egy dalodnak a hangszerelése ennyibe kerül, és akkor a cég majd csinál, nem tudom, 4 milliárd dollárt, és abból 1 milliárdot odaad a kiadónak. Az előbb egy kis kacskaringóval érintettük, és megígértem, hogy visszatérünk rá, hogy lesz egy szóló koncert. November 17-én, ha jól emlékszem, az Instantban Budapesten. Pontosan. Ez egy 7. kerületi, egy belvárosi, nagyon menő klub. Jó nagy teremmel és jóféle hangtechnikával. Gondolom nem véletlenül választottad ezt. Én téged billentyűsként ismertelek meg, de valami elképesztően jól énekelsz. Tehát szerintem világszínvonalon énekelsz. Ez volt az, ami késztetett arra, hogy elinduljon a szóló karriered, és hogy te énekelsz is? Én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem tudok énekelni, csak szeretek.
Én csak nagyon... És ez a szóló karrier szó is egy olyan szó, ami igen, nyilván ez egy olyan produkció, hogy most az én nevem alá tömörül be valami, mert főleg az én gondolataim vannak megvalósítva, de nem azért indul el, mert hogy fú, tudok énekelni, akkor csináljunk valamit, hanem egyszerűen földgyűlem lettek olyan ötletek, amiket nem tudok megvalósítani sehol, viszont nagyon szeretném azt, hogyha ezt esetleg egy fórumon prezentálni lehet, ezt a világ elé ki lehetne tárni, megmutatni a dolgokat, és úgy gondolom, hogy ez az útja, ennek ellenére ez nem azt jelenti, hogy egyedül billentyűzgetek majd a színpadon, ott és énekelek, tehát hogy rendesen bandával. Kikkel játszol? Ott lesz a Misi, biztos, hogy ott lesz a többiek nevét, fedje, homály, rejté, meg legyen meglepi egy kicsit, igen. Ezek szerint biztos lesznek neves vendégek is. Nem. Tudom. Most akkor elrontottam a meglepetést. De hát én is, figyelj, annyit tudok, hogy Angelina Jolie most 3 hónapig itt lesz Budapesten. Én elgondolkodik, hogy vajon ott lesz-e koncerted. Hát egy Rolling Stones klipbe kezdte a karrierjét. Milyen szép ír lenne, hogy a te koncerteden fejezné be. Igen, egyébként most az az igazság, hogy pont eltaláltad azt, hogy Angelina Jolie azért jön 3 hónapra, nem a film miatt, hanem mert a próba folyamatot végig tudja csinálni. De... Azt gondolom, hogy elég nagy lesz a nézettség ennek a beszélgetésnek. November 15-én találkozunk az Instantban. Szebény Dániel billentyűs énekes alkotó előadó barátom volt a vendégünk. Hát ez volt már a Kultpolisz. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Tegyétek majd ezt 2 hét múlva is, és hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, lájkoljátok, osszátok meg, de megtaláltok minket a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!